a macskát. Nem lesz ez itt túl könnyű? Nagyon jó lesz, figyelj, cirmos, cica, haj, hová lett a vaj? Ott látom a bajuszodon, most lesz neked, jaj! Kérném Barbit, hogy hozzon be egy ilyen olcsóbbik 70-80 ezer forintos kamerát, amit rögzítünk a macskán, hiszen azért csináljuk ezt, mivel a macska mindig a talpára esik, kicsit megnehezítjük a dolgát. Én így most fölkamerázom, ez az úgynevezett catcam, vagy cica kamera, szakterminológia, csak így ismeri, közben össze is vajazott a dög, úgyhogy én most behelyezem ide, Gergő segít, ez itt tulajdonképpen a mi kis paritjánk, lefektetem, forog, minden jó, a cicakem éles, be van tárazva a paritjába. Károly, mennyi 170 kilónyi van ott körülbelül? Hát 170-200 kiló. 170-200 kiló, 400 kiló maga a gerenda, most pedig a Heartland Chill elsül, és élő felvételben követhetjük végig, ahogy a cica a talpára esik, vagy nem. 3, 2, 1, adjatok neki! Ajj, de földhöz vertük! És az oldalára esett a kacse! Nem volt súly. Nézzük csak meg közben, vigyázzál, vigyázzál, azért nem jó, hogyha tarkon csap. Nem akadt le, mert nem volt elég súlya. Nem volt elég súlya? Tegyünk mellé egy dinnyét. Viszont úgy látom, hogy az operatőrünk túlélte, remek felvételeket készített, most le is állítom. Így ábrázoltak amúgy az öreg majak, szent alatt megtartották a kamerás macskát. Mindig is nagyon szeretik. Általában sárga dinnyére állítom, mert a görög dinnye az ugye nem volt, hiszen azért görög. Majak nem ismerték a görög dinnyét, de a sárgát igen. Úgyhogy a szent operatőrünket kombinálva egy dinnyével, így jó kifele lesz. Kifele a kamera. Kifele menjen a kamera? Hogy úgy kifelé nézzen? A jó felvételé, Károly, hogy mindent megteszel. Na menjünk. Úgyhogy a Heartland Chill második lövése következik. 3, 2, 1. Repülj, cica! Ott a cica! Ott a dinnye! Cica itt landol, dinnye ott landol. Lépjük le, várja, a innen. A macskán nincs mit lelépni, mert azért miért lehetne. Innen. Várja, hozzuk el a macska. Vigyázz, fel benne csapjon itt a hordó. Gergő, fogod? 1, 2, 3, 4. 5, 18, 19, 20, 29, 30, 36 lépés. De nézzünk oda-vissza. Ez a távolság azért már nem rossz. Ez már nem rossz, de valami nehezebbet még bele kéne tunkolni, mert ez így... Ezzel még egy várfarról azért simán megdobálnak kővel.